Földes úr Gerébi Gyula, aki Európa hírű ménest és majort alapított Lajos Mizsén. A 19. században, és a hely, ahol ma a turista benevezhet a puszta olimpiára is. Szegény Jussi! Kacsorolnád! Igen, az ott én vagyok, aki olimpikonnak készül éppen. A puszta olimpia számait gyakorolja itt Lajos Mizsén, Lajossal. Lajos sem gondolta volna két nappal ezelőtt, hogy bokán csapják 48 óra múlva. Az úgy történt, hogy elindultam Budapestről az M5-ösön Lajos Mizsére. Alig fél óra alatt érkeztem Gerébi Gyula egykori kúriájára. Mielőtt a nagy tudású földes úrra megismerkednénk, korhű hangulatba repítjük magunkat a csikós lány jelmezzel. A tollat előre, a szíjak meg hátra. Megy ez, mint az ostorcsapás. Lajos kedves, akkor így kell felrakni nekem ezt a kalapot, ugye? Nem egészen, egy kicsit fordítva. Ebbe is beletanulunk egyszer, meg abba, hogy Gerébi Gyula, a Lajos Mizsei nemesi család sarja, oklevelesgazdaként a birtokot mintagazdasággá fejlesztette a 19. században. Gerébi területeken alkodott nagy birtoka volt, szőleje volt, ménese volt, és a faluba is egy nagyon tiszteletre méltó embernek ismerték, nagyon támogatta a szegényeket is annak idején. Egy nagyon híres fakó ménese volt. Az mit jelent, hogy fakó ménese? Hát ez a színét jelenti. Fakó, azaz sárgás árnyalatú. Ahó, megérkeztünk! Akkor óvatosan, de leszállás. Míg házigazdánk Lajos, ahogy látni fogják, az igazi cool legény felkapja a lovas ruháját, mi a puszta ötös akrobatikus bemutatóját nézzük. És megérkezett Lajos is lovas szerelésben. Az istállóban végig mustráljuk a fej, tehát barna, az arab és a lipicai lovakat. Ő Zotya. Egy igazi művész, ez bizonyítja az is, hogy két neve van. A művész neve Tuareg, és a hétköznapi neve Zotya. Zotya éppen hátratette a fülét. Jó, ha erre a jelre felfigyelsz. Ha szépen előreáll és egyenesen fölfele, akkor általában nyugodt és figyelmes a ló. Ha hátra csapja a fülét, akkor várni kell valamilyen váratlan eseményre, mert ő sokkal hamarabb megérez mindent, mint általában az emberek teszik. És akkor vissza a kunokhoz. Lajos, szintén kun legény, büszke származására. A honfoglalást követően az első nagy népcsoport volt, aki az Alföldre, a Duna-Tisza közé betelepedett, és egy viszonylag zárt közösséget alkotva még ma is föllelhetők azok a külső jegyek, amikről meg lehet ismerni a kunokat. Egy picit az orrom, egy kicsit a vastagabb pofacsontok, ezek ilyen jellemzően kun jegyek. Közben visszaérnek a kúriára a tereplovasok is. Kék szaladgáltak az vaddisznók, fülemület csicseregett az ágon. Szultán leginkább kora délelőtt és késő délután szeret vágtázni, a kastély körül. Nézd meg, hát egy órát mentünk, egyáltalán nem izzadt meg. Az azt jelenti, hogy nagyon jól van táplálva, jól van mozgatva, jó kondícióban van. Mi meg be is nevezünk a puszta olimpiára, és mindjárt az első feladat. Lényeg az, hogy egyetlen csapással le kell ütni a tuskon lévő bábot. Na, ez érdekes lesz. Tehát ez a puszta teke. Aha, jó. Tiéd a lehetőség. Aha. Nem félsz? Most ott van a kezemben. De tényleg? Oh, én kinyitottam a Lajost! Nem, történt semmi gond. De nagyon szép volt a mozdulat, és nagyon határozott volt. Tökéletes. Egy pont. A második puszta olimpiai szám előtt persze levegőt vesz a versenyző. Meg muníciót, hogy legyen erő továbbra is kemény csikós lányként teljesíteni. Az a feladat, hogy föl kell pattanni a Júci hátára, ugyanis így hívják a csacsit. Majd büszkén ezt a pólóütőt vára kell venni, és el kell csacsigolni egy 10 métert, ott meg kell állítani. Most tényleg hol a gyerek? Júci, bocsi! Aha. Hajra? Jó, hát ideig megvan. Segítek. Na nem! Hát
ez nem hát, hogy hátulról segítek. Esetleg a csikósok is segítenének. Egy, kettő, három. Köszi! Szegény Lajos. Igen, oda megy a... Hoppá! Jucikám, hova mész? A Juci nagyon szeret legelni. Majd föntről a csacsi hátáról kell kis labdákat ezzel az ütővel egy kapuba beütni. Aha! A puszta olimpián adnak menekülési útvonalat is. Például úgy, ahogy most nekem. Szélesítjük a kaput. Hát, ha egyszer csak beletalálok. Aha, jó van. Nulla pont! Na, sziasztok! Hova megyünk? Na, gyerünk, kicsi! Hát nem ment bele, se baj. Kapok fél pontot, mert legalább felültem a csacsira. Na jó, egy kis segítséggel. Most jön a lóra magyar, ezt a Lajos próbálja ki. Amikor elrugaszkodtam és lendítem a lábamat, akkor a felső testnek a súlypontja le kell, hogy kerüljön. És így lett. Hol fogod a lovat egyáltalán? A sörényénél, itt a Marjánál. És ez nem fáj neki? Nem húzom, csak egy picit kapaszkodok a Marjában. Persze van, aki nem a lovaglás vagy a puszta olimpia miatt érkezett, hanem másokból jött ide. Főleg? Hallom, hogy nehéz nyelni. Ennyi pálenka után már nagyon könnyű. Kétféle válasz van. Igen, meg a nem. Felkészült már? Persze. Előre meg van írva az SMS, hogyha hogyha esetleg nagyon zavarba jönnék. Samunak is nagy bátorság kell ahhoz, hogy ne szökjön át ismét ahhoz a tóhoz, ahol Zoli néhány perc múlva az esküvőjére érkezik. Valaha ugyanis afrikai bölénynek álmodta magát, aki dagonyázik a hatalmas folyóban. Meg is találta a kis dísztavunkat, és szépen belement a közepébe, beleült, és ott hűsölt, és nem tudtuk kihozni a Samut, olyan jól érezte magát a vadkacsák mellett. Tűkeresés is egy tipikus csapatjáték. A csapatnak együtt kell ezt a tűt megkeresni a szénabogjába, minél gyorsabban időre. Leszünk egy csapat? Leszünk. A negyedik olimpiai szám, tűkeres és a szénakazalban. Kezdem a reményemet veszteni. Tű a szénakazalban! És az ötödik puszta olimpiai szám. Okay. Lovat patkolunk? Nem, játszunk a patkóval. Uh-huh. A feladat az, hogy ezt a patkót, illetve háromat meg kell próbálni abba a rozsdás üstbe beledobni. Uh-huh. Nagyon ügyes. Végre, ide érkeztünk. Vigyem a párnát, hogy kényelmesebb legyen. Uh-huh. Ahogy egy jó csikós lányhoz illik. Kedves pihenni. Míg mi pihenünk, a vőlegény koncentrál a kastély parkjában. Ha esetleg a vőlegény elfelejteni az igent. Túl vagyunk rajta, megvan az okirat, most már lehet mulatni. Visszajött a hangom, közben egy kicsit csuklott, de most már teljesen fit vagyok. SMS megérkezett. Abszolút. És igen volt benne. Igen. Na jól van, akkor gratulálunk. Köszönöm és sok boldogságot tényleg. Köszönöm.